Köszönni ki fog. Ti nyulak, igen, tudom. Ti mindig köszöntök, nyíktok, ha kell, ha nem. Nem tudom, hallottátok-e, illetve halljátok-e. Jelen idő, mert, mint mondtam, ha kell, ha nem. Egyszer kevés a pulóver, egyszer sok. Ez már nekem sok. Na hát beköszöntöm, mert megmondom őszintén, nem tudom, hogy ez most milyen rész lesz, hova lesz ez feltöltve, mi lesz ebből. Igazából most csomagolni kéne. Igaz, betyár. Nekem olyan szinten kellene csomagolni, hogy innen elcsomagolni. Úgyhogy gyorsan csinálok egy kis rendet. Engedem, örögöre. Aztán akkor hopp, hopp, hopp. Igen, én most érkeztem meg, tehát itt még zárva vagyunk. Szóval... mindjárt rátérünk a lényegre. Nem volt ez már betervezve, csak valamikor a jövőben, mármint a mosás része. Csak annyira jó idő lett délelőtt, meg úgy látom most délután is, hogy mondom, akkor nyelbe ütjük. Nem kéne elmulasztani a lehetőséget, mert mint mondtam, korábban én azért ezt szeretem úgy csinálni, hogy amikor hét ágra süt a nap, biztosan jó idő van, és akkor nem veszünk ki energiát az aksiból, aminek te csak azért jó, mert így akkor azt az energiát tudom videószerkesztésre fordítani. Na lássuk, mit lehet a varázsdoboz. És ugye én azért is szeretnék akkor egy külön részt, elméletileg egy külön részt erről, mert holnap megint lesz egy üzemlátogatás, ugyanis ezt is személyesen hozták, sőt, nem csak hogy csomag, de még volt egy kis bicikliszerviz is, 2-1 árukapcsolás, és holnap is érkezni fog egy csomag, szintén személyesen, katasztrófa turizmus, úgyhogy Zambó! Na lássunk hozzá! Nagyon fajn kis dobozka. Jó, ez is egy ilyen fene... Na, erről beszéltem. Tehát ugye a legutóbbi csomag kapcsán... kókuszos ráadásul, de isteni, hallod? A kókusz az egyik kedvencem, tehát ez teli találat. De most mindjárt elmagyarázom nektek, hogy mit akartam elkezdeni. Ugyanis egyszer én már megemlítettem nektek, hogy amikor kaptam egy ilyen kutyás jutalomfalatot a legutóbbi csomagnál, azt mondtam nektek, hogy úgy néz ki, mint némelyik haribós gumicukor, és íme itt van. Most mindjárt összevetjük a kettőt. Mármint küllemre, kóstolásra csak ezt vállalom be, a másikat megbordolni. Szóval, a két különböző termék, amely egyébként nem is sokban különbözik egymástól, az is lehet, hogy mind a kettőt meg lehet enni, emberi fogyasztásra alkalmas. Sőt, küllemre, ne lesetek, nem ér. Nem ér leskelődni. Azt a betyár kíváncsi fajtájtokat. Tehát, itt van egy ilyen, hát méretre egy picit nagyobb. Jaj, most kénytelen leszek felbontani. Ó, pedig én annyira nem akartam. Tényleg nem. Júj, gumicukor. Tehát van ebben azért másfajta is. Más formájú is. De nézzétek meg. Hű, de nagy különbség nincs közte. Viszont ízre annál inkább. Na, te mit szólsz hozzá? Kell a jutifa? Nem, gumicukrozunk. Melyik kell? Melyik a fincsibb? Júj, mind a kettő, neked mindegy. Neked mindegy. Ha valakinek, neked aztán abszolút mindegy. Ez meg a reim. De finnyi. Na, de térünk a tárgyra. Hát az igazság, hogy közben én azért lehet, hogy csámcsogni fogok. De menő. Ja, Bordi közben ugat. Némán ugyan, de azért nyomja. Ugyanis 3:30 van.
Itt van egy olyan, hogy ezt ne olvast el. Hát akkor ez mehet is a kukába. Na, van itt munkáskesztyű, zsír, amúgy is egyébként most készültem megint venni legalább két párt, vagy hármat, annyit nagyjából szoktam, így akkor ez is letudva. És még a mérete is az, amit én venni szoktam. Gondolom, szerintem ez az. Ez se fog ránk romlani szerintem. Mielőtt lejárna a szavatossági idő, biztos el fog fogyni. Jó, béka! Béka! Nagyon menő ez is. De szeretem ezt a fajta haribót is, természetesen. Ugye, amin van egy ilyen fehér rész, meg a gyümölcsös rész. Na mi van, ma már luxus ugatni? Elmegy a busz, aztán csak lihegsz egyet-kettőt, aztán viszlát. Örüljé! Jó! Kint én annyit ettem ezekből, ha egészséges, ha nem, nem tudom. De annyit ettem ezekből, hogy hihetetlen. Hát igazából ez volt, ugye, hogy volt mindig egy kis nasi, tehát nyilván beosztva. Volt mindig egy kis nasi a kaja után, este, vacsora után. Kellett is az energia. Most is kéne, már úgy látom, merülök. Kellett is az energia ezerrel. Úgyhogy természetesen azt nem csak ilyen hémi-holmi kajákból, hanem rendes, tehát ezért mondtam, hogy desszertként rendes kaját követően. Macska kaja, van itt halacskás, meg van itt, nem tudom milyen. Ez is halacskás, csak másképp írják. El kell nézni ezt a gumicukrot, mert az igazság, hogy olyan régettem ilyet, nehogy esetleg az legyen, hogy a végén még ráunok, vagy elundorodom tőle, vagy elszokom tőle, vagy hogy mondjam. Oh, húsos falatok a kutyának. Mondom, ezek olyan dolgok, amit lehet, hogy nekem kéne inkább megenni. Az is lehet nekem lett számba. Ez az ánizsmentes nagyon jó. Lakricos, kint csak így mondták. Kint volt gumicukros jégkrém. Mármint nem úgy gumicukros jégkrém, hanem lakricos. Tehát ez az ánizsmentes. Tehát így most a klasszikus, amikor azt mondom, hogy gumicukor, tehát medvecukor, akkor a klasszikus medvecukorra gondolok. Bocskorszí, másik névem, fekete, picit be volt cukrozva, már csak azért is, hogy ne ragadjon össze. És azt imádtam. És ez a fajta ánizsmentes, tehát ez a fekete medvecukor, ilyen volt jégkrémben. Isteni volt egyébként, tehát k***a jó volt. És ilyet itt nem lehet venni. Ilyet. Még egy kis macska kaja. Hát ez remek. Komolyan mondom, nem nagyon érdemeltem én ezt ki, semmivel. Somersby! Az előző csomagból az a két üveg már elfogyott, sajnálatos módon, de ez klasszikus almás zsír. Szeretés van. Majd összegzünk egyet, jó? Hű, beindítottam én a kamerát? Ez egy jó kérdés. Smartizostoi. Jön a húsvét. És még nem akartátok elfogadni a tyúktojást, baszki. Még úgy kellett rátok tukmálni. De tényleg rámegyek én arra a kamerára, megnézem, hogy forog-e. Szintén kutyakaja, meg szintén kutyakaja, sőt, még kutyakaja. És ez szarvasos. Vagy ez is lehet, ez nekem van tényleg. Mert ezen nincsen dog, ebb, se semmi ilyesmi. Majd ránézünk. Mint ahogy most a kamerára is. Kénytelen vagyok. Forog ez. Csak most elbújt a nap, olyan szinten sötét van. Na, én akkor egy kicsit alakítok rajta. Viszont ha most kisüt, akkor ki fogok égni. Le fogok égni. Sőt, kint, ebből az ánizsmentes cukorból, csak hogy tovább vigyem ezt a fonalat, van sós is. Az már nekem is erős, ez már nekem is kemény. Tehát vannak ott azért olyan elvetemült dolgok, hogy nagyon durva. Itt van almás, és hát ilyen eper van rajta, de az aráíró red berries, tehát elméletileg ilyen vörös áfonyás, vagy valami vörösbogyós, gyümölcsös történet. És elméletileg ez, ha jól látom, száraz. Ja, igen, cider ez is.
De azt nem láttam rajta. Ja, itt is itt van. Mikor fogok én már majd neki kezdeni saját szájdelnek? Kísérletet már lehet, hogy megérne. Pocket coffee? Hát mondanom sem kell. Mondanom sem kell, hogy megnézem én, hogy mondjuk ez a színes mit tud. Ami? Kávé. Hegyek, hol legyek? Ez a színes is nagyon adja. Nagyon jó, kicsit ilyen citrusos, nagyon király. Méz. Már méz, nagy hatalom vagyok lassan. Annyi van. De nem baj, istenű. Kutyának még jutifali. Nagyon el van már kényeztetve. Csak ki is kéne érdemelni valamivel hozzád, beszélek, fos. Tészt, erre meg is jelenik. Hozzád. De bot nélkül, tehát most azt gondolta, hogy akkor kapni fog valamit. Már mindjárt, mi nagy tenyeres. Tészta. Ez is el fog fogyni. Ja, egyébként most kíváncsiságban autofókuszra állítottam a kamerát, úgyhogy nem tudom, hogy ez nektek mennyire jó, vagy mennyire nem. Igazság szerint nekem sem előny. Majd a végeredményt meglátom, akkor fogok én szitkozódni kőkeményen. Macska kajából soha nem elég. Ebből is van. Ha már kutyakonzervből van 3, illetve abból az egyik, nem biztos, hogy az, de gondolom, hogy az, akkor macskának is szintén jutott 3 konzerv. Meg ugye a tasakos dolgok. És nem mondanám azt, hogy macskány túlzásba lett víve, el lett kényeztetve kutyihoz képest. Van itt mangó és lime-os cider is. Őrület. Ugyanis kutyány is kap egy nagy adag tápot még, de hát természetesen foskánynak is jutott belőle. És még mindig nincs vége. Az utolsó, amit itt találok, egy lavadza kávécska, gumicukrocska, ami... Hát akkor még egyszer nagyon szépen köszöntöm. Azt a haribós dolgot itt előmenne is nagyon nézzétek, mert szinte már csak a csomagolás. Azzal nem kell törődni. Már nem csancsogok amúgy, csak a fogamban ment valami. Jól jártok ti is, öcsém. Jobban élünk, mint 4 napja. Na majd folytatjuk. Ja, én egyébként nem is néztem. A méz, az mézes utás. A rokony tőlük van. Családban marad. Minden el van pakolva, ez megy majd a munkáskesztyűhöz. Ja, igen. Ezt ne olvasd el, nem is, ezt ne olvasd fel, értelek. Pedig már ki akartam dobni olvasás nélkül. Hát akkor lássuk, mit rejt a boríték. De jó, hogy itt vagytok. Már is felejtettem. Meg volt a második üzemlátogatás, és Norbi jó voltából, Münchenből. Megint van itt rengeteg minden, mi szemszálnak ingere. Az emberek tényleg bolondok, de ez csak az én privát véleményem. Persze jó értelemben kértem most ezt. Na de akkor kezdjünk is hozzá, mert van, aki már itt tűkönülve várja, hogy meglesse, mi van itt. Pedig már azért te kóstoltad is, öcsi. Most kóstolj egy ilyet. Júj, ez még nekem kígyóbőr? Vagy mi az anyja ez? Hát ez totál kígyóbőr. Ez siklóról lett lenyúzva, és gyárilag felszeletelve.
Jó, és van, akinek ez kéne is. Igaz. Azt mondja, hogy Hund Chips. Ez is akkor német termék, ugyanis ezt a sok kutyás elemózsiát, na ezt tegyük félre egy kicsit, ezt a sok kutyás elemózsiát szintén az ő jó voltából kaptam, úgy, hogy neki volt egy olyan ismerőse, akiknek a kutyája már elég idős, meg beteges szegénykém, Benzegúz vagy Gézengúz, vagy nem tudom, hogy hívták, most már nem emlékszem pontosan, és ő ilyen gyomorbántalmakkal küszködik szegény, és ezt a sok jóságot már nem eheti meg orvosi javallatra. Éppen ezért orvosi javallatra vagy sem, a korcs fogja majd elpusztítani. És itt annyi minden van. Na hát Gézengúznak, Bendegúznak, vagy akárki is legyen, azért jobbulást kívánunk innen is, bár ő már idős is, és elsősorban ebből adódnak, én úgy tudom, az egészségügyi panaszai. De hát most ugye, ami az egyiknek minusz, az a másiknak plusz lám. Ez nem bárányos egyébként? Vagy olyat nem csinálnak kutyáknak? Na, kapsz még egy ilyet. Lásd, kivel van dolgod, de ezt beosztjuk, öcsém. Nem lehet itt izé dőzs, mindig, minden nap csücs. Úgy van. Júj, de fini. Importáru. Németből. Hiába is nézel. Ezért cserébe meg kell tanulni németül ugatni. Hát köszönjük szépen azt a sok mindent, de a lényeg még hátra van. Ugyanis, hát most mondanám, hogy vagyonőr, meg stb. Meg cég, meg ilyesmi, de ő annyi mindenben benne van a keze, hogy na mindegy, ebből adódóan szükség volt, azt hiszem, számukra egy alkalommal egy speciális bevetésre erre a kamerára. És azt egyszer használták, és utána már nem is kellett számukra többé. És ő arra gondolt, hogy ezt elhozza nekem. És ez nem kínai CCTV-s történet, tehát ez full fém. Ezen egy darab műanyag nincs. De nem csak ezért, hanem természetesen itt van hozzá a leírás, meg a minden. És ez azért elég tisztességesen tud normális minőségű képet produkálni éjjel is, mert el is tele van infra leddel. Úgyhogy ez éjszakai körülmények között is elég jó szolgálatot tesz. 12 voltos, tehát be tudom kötni egy az egyben. Gondolta, hogy én ennek biztos hasznát tudnám venni, és igen, fogom is. Úgyhogy nagyon faja, és nagyon zsír, de a lényeg még mindig nem ez volt. Tehát azért mondom, hogy elképesztő, tehát besírsz. Ugyanis van itt még egy doboz. Aztán mondanom sem kell, hogyha Magyarország nem is, de én azon belül talpalatnyi telkemen, én már Sider nagyhatalom leszek. Ugye, tegnap is, azelőtt is, most is, sőt, van itt német söröcske. Ráadásul nyitható-zárható kupakos, tehát ez nekem pont Sideres üvegnek későbbiek során nagyon szépen meg fog felállni. Ebből is van kettő. És a lényeg, tényleg elképesztő. Te elkezdte nekem mutogatni ezt a dobozt. Ez ugye normál esetben egy kamerát rejt, és ahogy elkezdte elcsitelni a dolgot, de mondom, nem ez van benne, ne légy hülye, ne, hogy én nekem ilyeneket hozzál ide. És azt mondta, hogy de, illetve most konkrétan a gyári doboz az talán üres, de egyébként egy külön tokba ez van benne, mert ő nem használja. Ez is olyan, hogy megvette egyszer utazás során, használta, és azt mondta, hogy soha többet elő nem került. Itt van hozzá még a gyári tokja, vannak hozzá különböző szűrők, én ismerem konkrétan ezt a kamerát. Tehát ez egyébként egy olyan... hirtelen akartam kimondani. Stabilizátoros kamera, vagy hogy mondják ezt. Tehát az a lényeg, hogy ez a DJI-nek az Osmo Action, az Osmo Pocketnek az első verziója. Nekem pontosan ugyanez volt korábban, ugyanígy szűrőkkel ellátva. Tehát én ismerem ezt a kamerát, és tudom nagyon jól, hogy mire képes. És itt vannak hozzá szűrők, szűrőtartó, minden. És azt mondta, hogy itt van, ember, használd, mert úgy látom, hogy te úgyis kamerázgatsz. Azt mondta, nem akarom idézni, de azt mondta, hogy valami ilyesmit mondod, hogy értek hozzá. És tehát én ismerem ezt a kamerát, és használtam annak idején nagyon sokat. Csak aztán azért váltam meg tőle, mert váltottam ugyanúgy a DJI-nak akciókamerájára, és gondoltam akkor a kettőt fölöslegesen nem ruháznék be, vagy nem tartanám együtt.
és itt van hozzá a szűrőtől elkezdve egyéb kiegészítőkön át minden mi szemszájnak ingere. Hát ez a rész ennyire futotta, gondoltam, hogyha már ennyire nagyon támogattak, akkor az a minimum, hogyha én ezt így egy külön epizódban is megköszönöm, mert szerintem akkor ez ennyi lesz, én mást ebbe nem fogok belezsúfolni. Úgyhogy ezt azért mindenképp megosztom veletek, nem kérkedés, nem dicsekvés, hanem pontosan az ellenkezője miatt, azért mert ezt azért, hogy tudjátok, hogy tényleg mennyien segítitek, meg támogatjátok azt a tevékenységet, amit én csinálok, és itt nyilván azért csinálom, hogy azért én előbbre jussak vele, de így, hogy bemutatom azért videókon keresztül, bíztam benne, hogy esetleg valaki talál hasznos információt ezzel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy tényleg nem csak a harácsolás, meg a hülyeség megy, hanem azért egyesek tényleg hasznosnak véli mindezt, úgyhogy ezzel próbálja meg nekem ezt honorálni, de hát ez már több egyébként annál, tehát azért tényleg ennyire nem kell, de még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában, akár vagy így, vagy úgy, de hozzájárult ehhez az egészhez. Na, de most már fogmosásfekvés. BKV. Ne menjetek még sehova, még mindig nincs vége. Ugyanis kaptam két bevásárlótáskát. Ugyanis, amikor én az egyik élőben beszámoltam ugye arról, hogy tervben van ez is, csak ugye én még nem jutottam el odáig, akkor valaki itt a közelben felajánlotta, hogy ő szívesen var nekem egy táskát. És lett belőle kettő. Kicsit többlet maradhat alapon, és ráadásul ingyen is bérmentve. Tehát akárhogy kérdeztem, nem kért érte cserébe semmit. Tojással is fizethettem volna, de náluk is van tyúk, úgyhogy ez megint egy hamvába hol dolog volt, úgyhogy ezúton is szeretném ismételten megköszönni. Egyébként ez most történt, tehát most vettem át talán egy másfél órával ezelőtt, és már is ki van használva ezerrel, úgyhogy nagyon szépen köszöntöm. És mindez még, ha mindig nem lenne elegendő, kaptam még grátisba vetőmagot is, mégpedig paradicsom vetőmagot, amit újra lehet vetni, ez pedig a hosszúkás koktél paradicsom. Úgyhogy ebből kaptam vetőmagot. Zsír. Lehet pakolni bele. Jobb, mint a nylon. Ez lett volna itt a cél. Nem? Ahol kiszedtem a kullancsot ott a nyakán, van valami kis izépítyputy, vagy nem? Ja, nem. Kicsit talán be van varrasadva. Tehát akkor ezúton szeretném még egyszer mindenkinek a hozzájárulását ismételten megköszönni, de most már befejeztem. BKV.